Legutóbbi alkalommal egy szerintem elég király mellékküldetést csináltunk, az egy ship assault volt, most pedig vannak itt még mellékküldetések, a másik típusú az a Jackal Strike, elvileg akkor azzal a Jackal nevű űrhajóval akarunk menni, és akkor itt ez volt az Operation Deep Execute, amit legutóbb teljesítettünk, az kész, teljesítve, és ott még mellette Pluto mellett itt van ez a, az a Jackal Strike, Operation Grave Robber, Jackal Upgrade-et oldunk fel, meg van két Most Wanted személy, akit kell győznünk. Reméljük, ez is olyan jó lesz, ez is egy mellékküldetés, szóval nem a fő küldetés megy tovább, de attól én ezt szeretném még kipróbálni, megnézni ez milyen. Aztán lehet a végén meg majd csinálom az összeset, ez is király lesz. Tényleg az a lopogodás, az tetszett. Rendben, akkor, hát most a loadout az csak a Jackal loadout, lehet megint választani rá ilyen matricát az elejére, ez nem változtat semmit. A sebzett kutya, vagy itt van az az assassin, most legyen az. Hát más nem nagyon lehet feloldani, vagy hát fel lehet oldani, csak még nincs odaírva, az van ilyen a complete more operations, szóval az még több ilyen hadműveletet kell teljesíteni, úgyhogy ezen nagyon nem tudok változtatni, úgyhogy ezt elfogadjuk, és akkor megyünk. Oké, megérkeztünk. Majd, hoppa, majd megteszik, amit kell. Hú, már is egy mögém akart érkezni. SDF Skelters, SDF Destroyer, ezek a feladatok. Itt is meg. Jó. Oké, akkor ahogy látom, ez ilyen lesz. Egy Jackal Strike mellékküldetések, hogy gyorsan Destroyer, na arra nyomjuk mindent, amit van. Az ilyen kilövést is, meg a rakétákat is. Milyen gyorsabban pusztítsuk el, az az egyik feladat. Hoppa! Közben nekünk is. Üldöznek, overheat. Ez nem jó, túl melegszik. Wow, amúgy. Eléggé piros a képernyő. Tehát az nem miattam, gondolom. Most van itt a mit kiért, ez meg volt. Aztán már csak a Seekerok kellene. Hoppa! Oké, okay. Volt. Védekezés. Hú, ez túl sok. Hányan vannak még? Ott van az Ajax Cutter. Az mit jelent? Hát nem jót, az biztos. Akkor nyomjuk rá is a támadásokat. Pusztítsuk el ezt a gépet. Ez új a feladat lett 10 kilitányébe. Lehet, ha még nem tud. Váltsunk másik fegyverre. Shield. Töljük ki a pajzsát. Meg volt. Visszaváltunk a lövegre. Aztán ezt a maradékot pucoljuk fel. Jó. Még vannak? Ups, ja, ott van. Még egy olyan nézik. Na. Támad az fedezékből, hogy hol vagy te kicsi. Menjünk utána. Jajaj. Egymásra szembe mentünk, majdnem neki mentem. Oké, okay. Ezt kellene még el. Stíteni. Látom. Megkerüljük ki a társait. Le. Hogy eltalálja. Supply drone. Hát lehívjuk. Segítsen rajta valamit. Ops. Mi volt ez a kattanás? Kimentem valami. Na akkor hívjuk. Drone incoming. De ezt felrobbantottam? Nem? Ja nem, még az ott van. De addig nem tudok. Nem tudok lőni. Itt az engine. Robbantjuk fel. Kész. Objectives. Mindegyik megvan. Checkpoint. Gondolom kész vagyunk, nem? Tékim, jó, ott van. Ez a célpont. Aha. Szabad már lenne. Küldjük utána a rakétát. Ennyi volt. Good kill. Is szedtük. Relay to Stratcom and get a salvage team in here.
Most már csak össze kell szedni a cuccokat itt, de azt gondolom nem mi fogjuk megtenni. Landoljunk Retribution-en. És akkor ez volt szerintem a mellékküldetés, ilyen a Jekyll Strike. Hopp, mossa. Hát igen, a ship assault az tényleg másabb, hiszen mi landolunk úgy gyalogosan, és ott több lehetőség van. Itt meg azért bemutattak már korábbi küldetésekben mindent, amit tud a mi hajón. Viszont így lehet szerintem fejleszteni, tehát az volt a fejlesztéseknek az egyik kérése. De két achievementet is feloldottunk, Operation Grave Robber, szóval ezek a hadműveletek, gondolom mindegyike ad egy teljesítményt. Aztán meg ki tudja, hogy kaptunk-e valami fejlesztést, azt mindjárt szerintem majd jelzi a játék. Megérkeztünk. Akkor írja is, 5 attachment feloldva, pedig az fegyverekhez van, Jekyll upgrade-ek feloldva. Hogy tényleg eredményes volt, és kaptunk dolgokat, most már csak azt kell megnézni itt. Mutatja, vagy hogy van az a Jekyll upgrade? Itt a számítógépet egyszer már használtam, de itt inkább csak ilyen infók voltak, meg jegyzetek. De megnézem most, update előtte valamelyest. Láthatok valamit, Intel logs, tehát ott a személyekről vannak, bejegyzések, reports, jelentések vannak a különböző hadműveletekről, meg személyes fájlok. És itt ennyi van, úgyhogy itt a fejlesztéseket nem lehet megnézni itt, viszont... Viszont szerintem még... Hogyha a küldetést, vagy egy valami hadműveletet választok, akkor amikor belépek oda, akkor azt le fogja mutatni. Már akkor... Mi a célpont? Itt a Pluto akkor kész, megcsináltuk a mellékküldetést, a főküldetés ugyanígy itt van. Még lenne itt 2, 4, 5 mellékküldetés. Na jó, akkor szerintem ezt a videót így szentelem a... szentelem. Szóval ez a videó volt a Jekyll Strike mellékküldetés, és akkor a következő videóban pedig úgy haladok tovább, hogy ezeket a mellékküldetéseket teljesítem, mindegyiket egy videóba. Ha még jönnek fel, akkor mellékküldetéses videó lesz a következő, és akkor az azutáni meg a főküldetéses, szóval így akkor nem maradunk ki úgy semmiből se. Aki a teljes végi játszást szeretné, akkor az a következő részben ilyen mellékküldetés lesz, nem pedig a fő, de ez is a része a játéknak, és tetszik meg, jutalmat is adnak ért, úgyhogy ezeket fogom folytatni, de akkor most ez volt a Jekyll Strike bemutató, talán így lehetne mondani, hogy az első olyan mellékküldetés, ahol ilyen Jekyll Strike-os mellékküldetés volt, viszont a következőben akkor a kimaradt mellékküldetéseket a fő küldetés előtt teljesítem, úgyhogy találkozunk legközelebb.